Bizony az aranyhidat építeni sose volt könnyű, és most különösen nehéz, de hűséggel ki kell tartani. Én azt hiszem, hogy aki mindvégig álhatatos marad, az üdvözül. Akkor Wallenberg eldöntötte, hogy ő fogja elvinni a második példányt Debrecenbe, az föld alatti magyar kormány számára. Az volt az a bizonyos auschwitzi dokumentum. El is indult, és akkor történt meg, hogy útközben lefogták, és a dokumentumokat elvették tőle, és azóta ugye titok az, hogy hol van Wallenberg. Mikor már a háború, a bombázás ott a mi környékünkön befejeződött, elmentünk az aránylag közel lakó Sós Gézájékhoz. Akkor Sós Gézáné Ilonka a három gyerekükkel már a férje nélkül élt, mert a férje eltávozott, azt mondta a feleségének, hogy néhány napra valószínűleg, sajnos ebből 10 hónap lett. Nem is tudtak ott leszállni, ahol tervezték, hanem Bariban, egy angol-amerikai repülőtéren, és az is olyan gondviselésszerű volt, mint Géza megírta nekem később, hogy pont szombaton 12 órakor érkeztek, amikor már a GI-ok, a katonák mind a víkendre gondoltak, és nem a kötelesség teljesítésre. Szóval megérkeztek, először kémeknek tartották őket, és különösen az angolok elég durván viselkedtek velük szemben. Sós Góza kihallgatásokról nagyon részletesen ír. Az angolok azok nagyon későn adták át az amerikaiaknak a kezébe ezt a kis csapatot, amikor már a budapesti harcok megkezdődtek. Az amerikai hadifogság az teljesen színleges volt. Megértették, hogy a magyarok mit akarnak, és ha rajtuk múlott volna, ha hamarabb adják át az angolok őket, akkor talán legalább Budapest ostromát megkerülhettük volna, ha szóval nagyon nagy volt a tét. Géza ugyan hazajött, 45-ben volt az ostrom, 46 elejétől itt töltött 4 hónapot. Ez alatt a kommunisták biztosították őt, hogyha belép a pártba, akkor nagyon komoly szerepet kap a külügyben, nem volt hajlandó. Utána azt kérték tőle, hogy a kommunista párt utasításait hajtsa végre, és ezt is megtagadta. Akkor kiadták ellen a lefogatási parancsot, amiről tudomást szerzett. A Mohai úton keresték, nővére Edith nagyon haragosan leszitta az ávósokat, hogy hogy gondolnak arra, hogy ezt a jó hazafit el akarják fogni. Aztán, mikor látta Géza, hogy már minden nagyon nehéz, akkor elment Éliás József barátjához, és neki volt olyan jó összekötetése egy volt ávós révén, aki elintézte azt, hogy Géza egy vöröskeresztes autóbuszon, autó, teherautón, ruhák alatt át tudott menni a határon Ausztriába. Felesége aztán a gyerekekkel sok csodálatos segítséggel szintén kikerült, és Genfben találkoztak. Ekkor sem lett eredeti küldetéséhez hűtlen, sőt, még kibővítette azzal, hogy Genfben elvégezte a teológiát. Amerikai megszállás alatt álló német zónába kikerült magyaroknak, protestánsoknak, de
cseheknek, ukránoknak, akárkik, akik oda menekültek, a lelki gondozója, a lelki pásztora, és ott megint felvette a napi 14 órás munkaidőnek a iszonyatos igáját. Úgyhogy megint el volt a családtól vágva, kapott egy kis gépkocsit, 400-500 kilométert szágoldott naponta, százakkal és ezrekkel találkozott, és tudott beléjük hitet és reményt önteni. Amerikában mi 1951-ben érkeztünk, novemberben, és Géza karácsony után a második szemeszterben kezdett tanítani az ottani, ott levő kis főiskolán. És ahogy elterjedt a híre, hogy egy magyar család érkezett oda, akkor rögtön nagy volt az érdeklődés, jöttek az újságírók, és fényképeztek, cikkeket írtak, akkor még jobban elterjedt a hír, és utána aztán Gézának nagyon-nagyon nagy elfoglaltsága volt, mert nagyon sok meghívást kapott prédikálni, vagy pedig csak előadást tartani. Aztán Gézának bizony a fő témája a trianoni igazságtalan békeszerződés, és az orosz, a kommunizmus volt. Akkor még nem volt nagyon sok ember, aki ilyen nyíltan kimerte volna mondani, hogy Magyarország szenved a kommunizmus alatt. Kint az Egyesült Államokban is nagyon komoly munkát végzett, missziói útja során érte nagyon fiatalon, 1953-ban a talán vitatott autóbaleset, a halálos baleset, de ott is még a társait igyekezett menteni, magával nem törődött. Mikor Géza meghalt, akkor megvoltak az emberek győződve, hogy valami kommunista összeesküvés áldozata lett. Balatonszászói konferencia telep a második világháború után helyet adott a lelki ébredésnek. Az evangelizációs konferenciák egymást érték, és csak ugyan tértek meg, és lettek Jézus Krisztus követőjévé fiatalok, azok, akik ma felelős helyen tulajdonképpen, mint református értelmiségek, nagyszerűen helyt állnak gyülekezetekbe és az egyháznak az életébe. Hát, mint minden ifjúsági egyesületet, 46 után az SDG-t is eltörölték, pontosabban beolvasztották a egyházba, de az az egyház, az nem a régi egyház volt, hanem
olyan egy-két név akadt, akik a kommunistákkal hajlandók voltak együttműködni. Akik közéletileg elkötelezettek voltak, mint általában a kabai fiúk, azok a népi vonalra mentek át. Annál is inkább, mert ezt tárta fel a népi írók hadsereg a tényleges helyzetét az országnak írásaival, ezekhez kötöttünk emberileg, és ezek a Nemzeti Parasztpártban voltak. Bibóhoz kötöttünk, és kínlódtunk. Amikor a fordulat éve volt, akkor nem tudtuk, hogy mit csináljunk. Hárman, két barátommal, Murakozi Tamással és Sebestyén Lászlóval elmentünk Németh Lászlóhoz, hogy mit csináljunk. És Németh László azt kérdezte, hogy családosak vagytok? Mind a hárman családosok voltunk, gyerekkel már. És akkor Németh László azt mondta, hogy zsákba vagytok, mit akartok? Tehát magyarán nem lehet szervezkedni, mint testület. Kiki a maga módján zömmel a Nemzeti Parasztpártba. Na most, hogy itten a nemzetközi befolyást egy kicsit ellensúlyozzuk, leginkább Adit és Szabó Dezsőt próbáltuk megelemíteni úgy, ahogy lehet. Úgyhogy csináltunk egy olyan rendezvényt a Zeneakadémián Szabó Dezső emlékére, és az osztomat halt meg szegény Rákóczi téren, hogy a Nemzeti Parasztpárt Kabai Márton köre, hát gyakorlatilag már nem volt kör, a parasztpárt meg szerveződőben volt, de ilyen eligazítónak, támpontot keresőnek, jövőt alakítónak, hát ezzel a Zeneakadémiai Szabó Dezső esttel áldoztunk. Számoltam azzal, hogy a kommunizmus egyház ellenes, és Berezkinek mondtam, hogy ha lehet, ne fosszanak meg a lelkiségtől, én kész vagyok akárhova elmenni a világ végére és az evangéliumot hirdetni. Úgyhogy ez is simán ment, ez a kitelepítésem, és Isten ott megmutatta aztán, hogy a Szanki Anya Egyháztól 15 kilométerre lévő pusztai gyülekezetnek csak egy kis harangja volt, egy kis haranglábbal az iskolába. Addig engedtek, ha nagy ünnepekkor istentiszteletet tartani, de aztán azt is megtiltották, és hát megkeseredtek a magyarok, de egy kis templomtelkük volt, és mondtam nekik, hát ne keseregjünk, majd velünk vályogot, és építünk egy kis imaházat. Szászó elveszett, átadták a telepet az államnak, a Szotnak, vagy hogy hívták, Dél-Balatoni igazgatóság alá került, mint üdvülő telep, de hát végeredményben elkocsavetyélték pénzért, az ottani pártitkár, meg vezető emberek Bagóért vették meg, és 8 felé osztották a telepet, kis része megmaradt. Megindult az egyházak elleni támadás, azután ugye feloszlott az egyesületeknek, ki kellett mondani az önkéntes feloszlást, ugye, és mindenük elment, stb. Ugye akkor egy része a különböző ifjúsági és evangélium mozgalmaknak egy része betagolódott abba a gyülekezetbe, ahova ő területileg, vagy ahova ő érzelmileg tartozott. Egyházunkban a missziót leépítették, vagy ahogy 92-ben az egyik református püspökünk mondta, az volt a bajunk, vagy az a hibánk, vagy az a bűnünk, hogy a missziót likvidáltuk az egyház életéből. És ez történt. Tehát a lélek által megindított emberek munkára, szolgálatra, bizonságtételre megindított embereket leállították, a szövetségeket szétverték. Persze ebben megerősödtek gyülekezetek, mert ezek az emberek a szövetségből a gyülekezetekbe épültek be.
de nagyon figyeltek rá, hogy olyan nagy hangsúlyt ne kaphassanak, hogy olyan munkaterületre ne kerüljenek, ami hát ugye zavarta volna a szocialista vagy kommunista eszméket. Az egyház vissza volt szorítva, és ezt szolgálta az egyházi vezetés is. Ahol a lelkész és a presbitérium vállalta, hogy a gyerekekkel, a fiatalokkal foglalkozik, ahol vállalták azt, hogy merik látogatni a családokat. Azokon a helyeken volt gyerek, és volt ifjúsági munka, és volt élet. 1967-ben 96 konfirmandust úgy szerveztem meg, hogy én körülbelül 120 családot meglátogattam, ahol konfirmandus korú gyerek volt. Ebből 96 eljött. És ugyanebben az időben a volt konfirmandusokat, tehát 10 évre visszamenőleg, mikor én Pestre kerültem, végig látogattam. És ezekből 120-150 között volt olyan, aki megfordult az ifjúsági Biblia órán. Nyilvánvaló, hogy ez föltűnt, és emiatt lett 67-ben ugye a bajunk, de ha valaki vállalta még a börtönt is, aki nem azt nézte, hogy a hatóságok mit engednek, vagy mit nem engednek, ugye, hanem csinálta azt, amit az ő hite, az ő szívében lévő szeretet, felelősség diktált. Amikor kiderült, hogy mi nem vagyunk államellenesek, vagy rendszerellenesek, akkor rendkívül zavarba voltak, és később, ha valakinek a rendőrséggel volt baja, akkor azt mondták, hogy több ilyen ügyet nem csinálunk. Áldjad én lelkem az Urat, és egész belsőm az ő szent nevét. Áldjad én lelkem az Urat, és el ne feledkezzél semmi jó tételményéről. Aki megbocsátja minden bűnödet, meggyógyítja minden betegségedet, aki megváltja életedet a koporsótól, a gyásztól, kegyelemmel és irgalmassággal koronáz meg téged. Aki jóval tölti be a te de megújul a te ifjúságod, mint a sose. És volt kispesti lelkész. Talán a génjeink keresztül, meg édesanyja, édesapja emlékein, visszaemlékezésein keresztül ő tudja, hogy ki volt Sós Géza. És kitalálta, hogy csinál egy ifjúsági szövetséget, református fiatalok szövetsége volt, amelyik nem egyezett meg a szolgáló egyháznak a gondolataival, sajnos sokféle értelmet adtak ennek a szolgáló egyháznak, van egy ilyen pessimisztikus értelmezése is, hogy az államnak szolgáló egyház, mert hát bizony a nagy idők alatt kénytelenek voltak sok minden parancsot teljesíteni. Úgyhogy ezt a refiszt rövidítve nem fogadták be. Az ifjúsági konferenciáknak a legidősebb korcsoportjában vetődött fel 87-ben, 88-ban az, hogy újra kellene alapítani az SDG-t, és, vagy a KIE-t, a keresztény ifjúsági egyesületeknek a református ágát. Míg 1988. augusztusában mintegy 70 főből álló ilyen egyetemista korosztályú fiatal
aláírt egy petíciót, amiben fölkérte a zsinat missziói osztályvezetőjét, aki Merétei Sándor volt akkor, vagy misszió osztályvezető helyettes volt akkor Merétei Sándor, és a zsinat elnökét, aki dr. Tóth Károly volt akkor, hogy tegye meg a lépéseket, hogy egy ifjúsági egyesületet alapíthassunk a KIE alapszabályaival és az SDG szellemével. És akkor a fiatalok, ez a 70-valahány, még hozzájuk csatlakoztak sokan az ország más területéről, elkezdtek megfogalmazni egy ifjúsági missziós alapszabályt, stb. Megvitatva mindenféle szempontot, úgy gondolták, hogy egy új ifjúsági szervezetet szeretnének létrehozni, ami hordozza az összes többinek a történelmi örökségét, és föl is vállalja. Ó, menj, bébi Isten, te vagy én reménységem, kinek hatalma van kezében ellenségem. Ott vagy te, Úr Isten, komoly harcba került az, hogy meggyőzzék a lelkészeket, hogy ők nem akarnak elvonni a gyülekezetből senkit se, hanem inkább egy krisztusi élménnyel akarják meggazdagítani a fiatalokat, hogy úgy menjenek vissza az egyházba, hogy ott aztán komoly, hűséges munkások, egyháztagok legyenek. Egy új szövetség alakult, a Református Fiatalok Szövetsége, REFISZ néven. Ablonci Zsolt vezeti ezt a kis csapatot, és etalont mintát akar eléjük állítani, és úgy gondolta, hogy Sors Géza lenne ennek a leghívebb támogatója. Ezeknek az egyházi szervezeteknek a titka nem a szervezés, hanem a bibliai háttér. Azért, hogy a kezükben van a Biblia. Volt egy alkalom, amikor megkérdezték tőlem, hogy beszélnék-e a két világháború közötti ifjúsági szervezeteknek a dolgairól a Kiskönt Központi Bizottsága, nem tudom milyen társasága ennek. Mondom, hát semmi akadálya, de csak abban az esetben, ha magammal viszhetem a Bibliát, és ott pontosan rám tartatok arra, és a Bibliát magyarázhatom is, ezt már nem bánhatok. Korábban én elég sokat tevékenykedtem a ifjúsági munkába, mindenféle formában, rengeteg tábor szerveztem, vezettem, és hát voltak éppen így hívtak el, aztán valahogy én is ott ragadtam, hát én már korom miatt nem lehettem a régi SDG-nek a tagja, úgyhogy aztán végül is mi magunk is úgynevezett pártfogó tagként alapítókká lettünk. Csodával határos, hogy a szárszói hatalmas területnek a közepén egy utcát nyitottak, ott néhány házat fölépítettek, de a másik két vége a telekkel együtt, meg az egyik részén, mind a két végén egy-egy épülettel megmaradt. És ez 90-es évek elején sikerült visszaszerezni a református egyháznak. Ma se nagyon értem, hogy nem mérték azt ki, és hogy nem építették be. Azért elindítani újra az SDG-t, mert valaha volt, és nagyon jól működött, és szeretnénk, hogy újra legyen, ez nagyon szép cél és feladat. De egyet tudtunk, ha csak emberileg gondoljuk így, és emberileg dolgozunk, de ha mindenható nem adja rá a fejbólintást, akkor ez csak emberi munka lesz, és nem lesz meg az a hatása, amiért el kellene, hogy induljon. Tehát itt több éves előkészítő munka volt.
mondták is, hogy miért nem indulunk, szorgalmazták, hogy lassuk vagyunk, nem erről volt szó. Fiatalok is együtt voltak az idősebbekkel, beszélgettünk. Készítettük a terveket, hogyan lehetne és miként lehetne újra szervezni az SDG-t és újraindítani. Egy 480 ezer forintos kárpótlási csomaggal jelent meg Prőle Sándorné, Havas Gábor a Kádár Gézával, hogy szeretnének egy alapítványt tenni és alapítani Sós Géza nevével, és ebbe engem is bevontak, aki akkor a zsinatíroda misszióosztályvezetője voltam 1991-től. Ez 1993-ban történt. Visszamentünk a 921-es alaphoz, melynek fontos eleme volt, egyrészt, amit mondottam már, a komoly igei elkötelezettség, a 2 Timóteusból, 2-3-ból Krisztus jóvitézeként szolgálni, tehát maga az, hogy szolgálni és Krisztusénak lenni, tehát komoly hitet kell, hogy aki belép ebbe a szövetségbe, igenis odaszánás legyen, és elkötelezettség az életében, illetve ami még a régiektől aztán gyakorlattá vált, a mindennapi bibliaolvasás. Az alapítványnak az volt a célja, hogy egyrészt Sós Géza emlékét hordozza, és az ő történetének, az ő életének az értékeit valahogy a nyilvánosságban hordozza, ezt segítse. És annak a missziói ügynek, amit ő fölvállalt, annak valamilyen folytatását is megsegítse. 93-ban átmentünk Siófokra, az ott akkori tábor lakóival együtt és az eredeti alakulás színhelyén ünnepélyesen újra indult az SDG, és azóta folyamatosan működik. Hoztunk egy úgynevezett Sós Géza díjat, amit esztendőnként meghirdetünk, és olyan valaki kaphatja meg, aki országosan kiemelkedő református ifjúsági missziós munkát végez. Vannak ilyen Sós Géza díjjal kitüntetettjeink. Erre bármely református egyházi testület, vagy csoport, vagy ifjúsági missziós szövetség tehet javaslatot, hogy kit ajánl ilyen díjra. A másik irányú munkája pedig ennek az alapítványnak az volt, hogy a Sós Géza által nagyon szorgalmazott ifjúsági konferenciák, nyári ifjúsági konferenciai táboroknak a részvételében az arra érdemes, de mégis szegényebb sorsú, tehát a konferenciadíját nehezen kifizető résztvevőket segítse a konferenciadíjának a felével. Ezért aztán esztendőnként az alapítványunk 30-40-50-60 személynek fél konferencia díjat ad. Öntő
találkozáson mégis a Solideo Gloria Egyesület életet meghatározó igehirdetői munkájával 1948-ban, tehát a II. Világháború lezárulása után a Balaton-Szárszói Országos Konferencia telepen történt. Ekkor találkoztam igazán telibe találó, Krisztusban koncentrált igei üzenettel. A hajdunánási templom mindig felfele vitte énekével, igehirdetéseivel és szent légkörével lelkemet az élő Istenhez, de lángra gyújtani nem tudott, és szükségem volt egy gyújtó lencsére, hogy én magam is lángot fogjak a Jézus Krisztus evangéliumának a melegétől és világosságától. Bizonságot szeretnék tenni az emberek előtt, az Úr Jézus Krisztus, hogy hogyan költözött a szívembe. Én hívő családból származom, édesanyám és nagymamám, meg édesapám is olvasták az igét, gyakran jártunk templomba, énekelgettünk, olvastuk a Bibliát, esti áhítatokat tartottunk, és én azt gondoltam, hogy minden rendben, én megtértem, és nem úgy volt. Tudtam, hogy van Jézus Krisztus, tudtam, hogy jó lenne letenni a lába elé a bűneimet, hogy ő vegye el, de valahogy mégis halogattam ezt a döntést. Ha telitalálatosan életemre sugárzik Istennek átváltoztató szeretete, és pedig ott, ahol életem a legkérdőjelesebb, a legbizonytalanabb, és leginkább isteni segítségre szorul, akkor én is önző, önmagamba visszahajló szívű életből egy örökkévalóság számára kitárt, végtelenre nyitott, jézusi stílusú életté változhatom át. Tavaly is voltam már itt Balatonszárszon, és akkor sokkal közelebb éreztem az Úristent, mint úgy általában az életemben, de valójában csak nem volt még megtérés. Úgy éreztem, hogy az én szívemnek csak az előszobájába jött be. Úgy akarta az Úristen, hogy az idén is eljöjjek Balatonszárszóra, és most már értem, hogy miért. Az Úr életet adott itt nekem. Én évek óta takargattam ezt a bűnt, és úgy éreztem, hogy ez így nem mehet tovább. Tisztáznom kell az Úr Jézus Krisztussal. Elővettem a Bibliát, és az volt a kérdés, hogy vajon van-e közöttünk áruló, vajon van-e közöttünk Júdás, aki velünk együtt eszik, iszik és imádkozik. És úgy éreztem, hogy igen, én vagyok az a Júdás. Én vagyok az, aki képmutatóskodom, és nem tiszta szívemből áldom az Urat. És akkor megfordult bennem, hogy én akarok Biblia körvezető lenni, hiszen a szívem még nem is Jézus Krisztusé. És akkor úgy éreztem, hogy muszáj ezt elmondanom valakinek, hogy megkönnyebbüljön a lelkem. És akkor Hegedűs Janinak mondtam ezt, és aznap este sokáig beszélgettünk. Utolsó este aztán, amikor döntési képtelenségem miatt továbbra sem tudtam megnyilatkozni a tekintetben, hogy Krisztusnak átadott életű emberként megyek haza a konferenciáról, egy idősebb testvérem elhívott sétálni a Balaton partján, és az ottani egyik fa alatt elmondotta, te tulajdonképpen az Úristennek a dolgába akarsz beleavatkozni, és az ő egészen nagyszerű, egyetlenszerű megváltását ki akarod egészíteni. Így azonban nem lehet belőle semmi. Nézd csak, itt van a Biblia legutolsó oldalán egy ige, amit rajtam keresztül neked üzen Isten. A lélek és a mennyasszony ezt mondják, jövel, és aki hallja, ezt mondja, jövel, és aki szomjúhozik, jöjjön el, és aki akarja, vegye az élet vizét ingyen. Aztán másnap megértettem, hogy Jézus megbocsátott az én bűneimet, és átéltem azt a lelki szabadságot, amit mások is. Egy nagyon felemelő érzés volt. Éreztem, hogy szárnyal a lelkem, és nem ólomként húzza vissza az a bűn, ami nagyon hosszú ideig az én életemben volt. És
most tudtam életemben először azt mondani, hogy Uram, tiéd az egész szívem, és küldj el engem, és tedd azt velem, amit akarsz. Mert tudom, hogy a te terved, az a te bölcsességed, és a te bölcsességed a mi értelmünket felülhaladja. És most éreztem igazán azt az örömöt, hogy igen, óriási öröm az, hogy az én szívem a Jézus Krisztusé lehet. És én átadtam az életemet az Úr Jézus Krisztusnak, és kértem, hogy előt adjon, hogy továbbra is az ő szolgálatába állhassak. Hát épp ez az, ingyen adja Isten mindez, de ez túl olcsó, és nem tartom komoly ajándéknak azt, amihez ennyire ingyen lehet hozzájutni. A felelősséget nem is ébreszti fel, és benne van már is a dezertálásnak, a hitehagyásnak a kilátása, amihez ilyen ingyen jutott az ember. Ő pedig azt mondotta, nézd, hozok neked 2 kiló kenyeret, megkérdezheted, mennyibe került. De hogyha a Balatonnak a hullámai közül, amikor rátör a magyar tengerre a vihar, kihozom a testvéredet az életem kockáztatásával, akkor vajon nem Isten káromlás lenne, ha megkérdeznéd, mennyit fizetek? És pedig nem azért, mert potyán olcsó volt az életmentés, hanem azért, mert megfizethetetlenül drága. És köszönöm neki, hogy elküldte a Szent Lelket, és a Szent Lélek által én épülhettem, és a Szent Lélek dolgozott bennem. És olyan jó volt azt érezni, hogy amikor az ember megtérésről, a megtéréséről, meg a bűnéről beszélt, és akkor, amikor elmentem ugyancsak megtért emberekhez, és ezt elmondtam nekik, nem azt mondták, hogy menjek innen, meg hogy nem szégyelled magad, hogy te vezető vagy, és még nem tértél meg, hanem azt mondták, hogy nagyon örülünk neki, és hú de jó, és az, hogy itt az ideje, és köszönjük szépen. Ez olyan jó öröm volt ez is, olyan jó volt ezt megtapasztalni. Köszönöm szépen az Úr Jézus Krisztusnak ezt. Ezt kívánom minden testvéremnek, és kívánom nem csak mi nekünk most, hanem azoknak az utcán járkáló embereknek, akiknek talán üres az élete, azoknak a fiataloknak, akik most próbálnak valamit felfedezni az életből, hogy felfedezik azt az Úr Jézus Krisztus, aki a legdrágább kincs az egész világon. Isten áldjon meg mindenkit.